Pár évvel ezelőtt a temerini község zsúfolt lakóövezeteiben az ott élő gyerekek nagy örömére több gyermekjátszótér létesült. Ma már azonban csak a szilárd, törhetetlen anyagból készült játszóeszközök maradtak a helyükön. Nem is olyan régen Temerin központjában nem csak körhinta volt, hanem a gyerekek számára csúszda és egyéb eszközök álltak rendelkezésre. Felelőtlen rendbontók azonban ezeket a játszótéri eszközöket rövid idő alatt megrongálták, tönkretették. Az illetékesek ezek után úgy döntöttek, hogy a sok ráfordítást és fáradtságot igénylő többszöri felújítás helyett egyszerűen eltávolítják őket. A fiatalok és a kicsik azonban nem maradnak játszótér nélkül. Most az egyik peremvárosi lakókörzetben hozzáláttak egy sportpálya és egy gyermekjátszótér létesítéséhez. A csúszda és a mászófal nem műanyagból készül majd, hanem fémből. A pénzt pályázatokból szerzik be. Lokálna samouprava bila i u obavezi da isprati taj konkurs i sa 50% sredstava u odnosu na 50% sredstava koje davala sekretarija za sport i omladinu konkuriše i udruži sredstva. Sa tim udruženim sredstvima mi smo zajedno sa pokrajinskim sekretarijatom i lokalnom samoupravom došli do dela gde smo potpisali ugovor o izgradnji dva višenamenska terena. A tervek már elkészültek egy másik, hasonló projekt megvalósításához is a község területén.